Kezdjük a statisztikákkal. Mit lehet tudni a Budakeszi érintettekről, fertőzettekről, karanténba kényszerülőkről? Ne adj Isten betegekről, áldozatokról. Tudomásunk szerint 13-an vannak változatlanul házi karanténban. Nem tud arról az önkormányzat, hogy fertőzött lenne Budakeszin. Úgyhogy bízunk benne, hogy ezek pontos hírek. Ezeket természetesen az ANTS-től, illetve a rendőrségtől tudjuk. És hát bízunk benne, hogy ez a tendencia változatlan maradhat Budakeszin, bár hát halljuk mi is az országos híreket, ahol erősödő tendenciáról van szó. A hallottak számát tekint és a fertőzöttek számát tekintve is, de hát szerencsére gyógyultak számát tekintve is, úgyhogy bízom benne, hogy Budakeszén, talán olyan jó egészségi állapotban lévők laknak, hogy ezt a, ezt a járványt könnyedén átvészelik. Itt elünk a mamut fenyőknél, a polgármester azt mondja, hogy éppen az egyik fenyő előtt áll, és körbenézünk akkor néhány család, gyermekek, fiatalok vannak itt a környéken, és valóban csak javasolni lehet, hogy jöjjenek ki a természetbe. Ugyanakkor bizonyos turista helyeket betiltanának, vagy legalábbis nem javasolják, hogy felkeresenek a fővárosban a normafa ilyen, de éppen a Velencei tónál volt egy óriási nagy turista hullám a hétvégén. Eljöhet az a pont, amikor Budakeszinek is oda kell figyelni, hogy látogatásra ne javasolják a frekventált kirenduló helyeket? Mert esetleg annyian összegyűlhetnek? Az az igazság, hogy most egy olyan időpontban vagyunk itt, amikor nem jellemző, hogy sokan sétálnának, sokan lennének itt. Ezt a helyet is nagyon sokan látogatják, és nem csak Budakeszi lakosok. A múlt hét pénteken több bement, és is érkezett a rendőrös, engem is fölhívtak, hogy csoportosan itt hatossával, hetessével vannak felnőttek, és nagyon jól érzik magukat, utána ezt a szemetesek körüli rendkívül sok sörös doboz, és egyéb hát ilyen italos üveg is jelezte, hogy valóban a hétvége ilyen szempontból erős volt. Úgyhogy most a közterületfelügyelők és a rendőrség is rendszeresen kijár ezekre a helyszínekre, és hát megkérik a, a lakosokat, hogy saját egészségük és a többiek érdekében menjenek haza. Az önkormányzat csináltat egy ilyen kis tollat, amire az van ráírva, hogy maradj otthon, vigyázzunk egymásra. Például most is ezt a tollat egy fiatal párnak odaadtam. Nagyon aranyosak voltak bet tartják a másfél méteres távolságot, és hát persze csak beszélgetnek, de hát azért ilyen módon is szeretnénk felhívni a fiatalok figyelmét is, hogy ezek nehéz időszakok, tényleg egy láthatatlan ellenséggel állunk szemben, az idő pedig csodálatos, és most jön a húsvét, ami csodálatosan szép, talán az egyik legszebb ünnepünk és hogy ezt most hogy tudjuk majd megünnepelni, az megint egy kérdés lesz. Polgármester azt mondja, hogy érzi, képes ön, illetve a közvetlen munkatársai ellátni a védekezésre szükséges feladatokat? Ezen a szinten igen. Tehát viszont azt nem tudhatjuk, hogy a, hogy a, járvány tovább hogy fog folytatódni. Tehát most még megvannak azok az eszközeink, meg az az emberi erő, amivel ezeket a, az idős gondozást, a segítségnyújtást meg tudjuk oldani, a home office, a polgármesteri hivatal is működik, és hát a kollégák is azért tudnak dolgozni. De hogyha ha ez így tovább fokozódik, és adott esetben nem csak egy kiárási korlátozás lesz, hanem ennél szigorúbb intézkedéseket vezetnek be, akkor azért kérdéses, hogy az önkormányzat képes lesz-e azokban a helyzetekben is helytállni. Nem tudok előrelátni ebben az ügyben. Az élet az ezeket a dolgokat így megoldja, hogyha ha a járványhelyzet nagyon súlyosbodik, akkor úgy is szükség lesz ennél szigorúbb szabályozásra, és szigorúban muszáj lesz kézbe tartani az ügyeket, és akkor adott esetben meghozzák a szükséges intézkedéseket. Mi ebben az ügyben a, a higgadságnak és a józanésznek a pártján állunk, és hát szeretnénk a megfelelő lépéseket meghozni, és hát a szükséges intézkedés ügyében pedig hát tartóak lenni. Kollégája Vitnikov Tamás azt állította, hogy ha nem változik a pillanatnyi helyzet, helyi adóelvonások tekintetében például, akkor Buda őrs május végére csőcélére célére kerülhet. Itt Budakeszin érezhető -e az, hogy pénzügyileg is megterheli az önkormányzatot a helyzet? Budakeszi mindig is nagyon takarékosan gazdálkodott. Mi minden olyan ö, kiadást leállítottunk, ami nem függ össze szorosan a jelenlegi helyzettel. Minket nem fenyeget a, a csődhelyzet, én legalábbis ezt egyáltalán nem így látom. A pénzügyi osztályvezetővel, a jegyzőasszonyjal rendszeresen ezeket a kérdéseket, pénzügyi kérdéseket végigbeszéljük. És ö, azt gondolom, hogy ö, bár más ö, önkormányzatoknak a, a pénzügyeit ö, nyilván nem ismerem, meg nem is látom át, de hát azért, azért egy, egy kiadásoknak a valamiféle visszafogásával azért ezeket a helyzeteket szerintem meg lehet előzni. Milyenek érdekében mindent megteszünk, és biztos vagyok benne, hogy, hogy takarékossággal azért meg lehet ezeket a helyzeteket előzni. Arról van-e információja a polgármester asszonynak, hogy hány szemét, családot érint konkrétan a munkanélküliség veszélye? Tehát akik úgy veszítik el az állásukat, hogy gyakorlatilag nulla a, a bevételük, adott esetben egy családban két felnőttre, is igaz ez, tehát a csőd szélére kerültek egyénenként, családonként, és ha ilyen előáll, akkor az önkormányzat tud ebbe segíteni. A napokban hoztunk létre egy családvédelmi alapot, aminek pontosan az a célja, hogy azokat a családokat segítse meg, ahol a szülők elvesztették a zárásukat, és gyerekeket nevelnek, nincs tartalékuk, Budakeszire vannak bejelentkezve. Erről hírt úgyhogy ez egy nagyon friss és pontos jelzés is lehet. Azt tudom jelenteni, hogy a mai napig egy család jelentkezett erre, ebbe az alapba, hogy szeretné ezt a támogatást. Úgyhogy most ezt az alapot talán egy négy napja hirdettük, meg, azóta egy jelentkező van. Bizonyára több ilyen család is lehet Budakeszin, akikhez esetleg még ennek a, a támogatásnak a híre nem ért el, de ettől függetlenül az önkormányzat szociális támogatási rendszere működik, tehát ott oda új jelentkezők olyan mértékben nem nem adták be a kérelmüket, hogy hogy most ez itt nagyon megbonthatná, vagy megboríthatná az önkormányzatnak a költségvetését, de amennyiben ilyen helyzet áll el, Elő, akkor természetesen átcsoportosítunk. Tehát egy több mint 4 milliárd forintos költségvetése van az önkormányzatnak. Azt eddig is tudtuk, hogy az idei költségvetést újra kell tervezni, a szociális alapokat újra kell számolni. Tehát jelen pillanatban az összes kollégánknak a munkaviszonya fönnáll, a béreket az önkormányzat természetesen fizeti. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amit egyelőre ebben a kérdésben lehet, azt megteszi az önkormányzat. Azt gondoljuk mindannyian, hogy ebben az időben is a legfontosabb a szolidaritás, és természetesen a budakesziekkel, a családokkal az önkormányzat maximálisan szolidáris. Az, az alap, amit említett polgármester asszony ezelőtt, az, azokra van azok, azok, akik Budakeszin laknak, itt vannak bejelentve, Mondjuk vállalkozók, és csődbe ment a vállalkozásuk. Tehát nem önkormányzati alkalmazottak, hanem bárki, aki itt él, de jövedelem nélkül marad, arra vonatkozik. Így van, tehát azokra a családokra, tehát itt elsősorban a családokat szeretnénk megsegíteni, de aztán, hogy, hogy a családfenntartók vállalkozásban dolgoznak, vagy egyéb más helyen, az ilyen szempontból nem befolyásolja a támogatást. Egy héttel ezelőtt beruházásokról, fejlesztésekről, ezek befejezéséről is szó esett. Most zajlanak a -e munkák? Természetesen a folyamatban lévő munkákat, azokat folytatjuk. A Temető utca, Fő utca kereszteződésénél egy járdaszegély korrekciót hajt végre éppen a, a kivitelező, azt nézzék meg. Ez elsősorban a buszok kikanyarodása miatt volt szükséges. A bontás nagy erőkkel folyik a régi szennyvíztisztító telepnél. Ott új vállalkozói parkot szeretne az önkormányzat építeni, és hát egy apró munkák is, amik nagyon fontosak a építés és a virágosítás, faültetés. Nagyon sokan gépkocsival beálltak ide a mamut ami hát nyilván nem éppen természetvédő tevékenységnek minősül, úgyhogy ezért most, most egy sorompóval szeretnénk védeni a mamutfenyőket, és annak a, a, fáknak a környékét. Hogy tölti a húsvétot, polgármester asszony? Mert úgy érte, hogy családilag. Hát természetesen otthon töltöm, és a gyerekekkel együtt, és nem, nem utazunk el sehova. Hát az édesanyámékat hát ezúton is üdvözlöm, de hát sajnos most hozzájuk se tudunk menni.